Magyar Kanizsa és Török Kanizsa köröltve idén már 13. alkalommal szervezte meg a munkanélküliek számára az állásbőrzét. 19 vállalat vett részt az eseményen, és 186 szabad munkahelyet kínált. Török Kanizsáról és Magyar Kanizsáról összesen 800 munkanélküli volt jelen. Vannak csökkenések, aztán még jön egy periódus, mikor növekszik, ugye akkor csökken, hogyha vannak a szezon munkák, utána meg ugye az, ha letelik, akkor újból bejelentkeznek hozzánk. Az állásbőrzén pincéreket, kereskedőket, henteseket, szakmunkásokat, építőiparban dolgozókat, de voltak olyan vállalatok, akik szezonra kerestek munkaerőt. Ilyen cég volt többek között a Martonosi Telek Paprika, aki napi 8 órás munkaidőre 50-100 munkahelyet tud biztosítani. 50-60 minimum megvan, tehát jelentkeznek, nagy az érdeklődés, tehát kevesen vannak, akik fizikai munkát kínálnak, és akkor ugye értelemszerűen mindenki hozzánk szeretné beadni a jelentkezését. Az állásbőrzén részt vett az Entai Szenta Promet is, aki minden évben jelen van a rendezvényen. Mivel így egyszerre több, sok önéletrajzot és jelentkezőt tudunk elfogadni, vagy kapni, mert sokszor nem, vagy bátortalanak az emberek, és nem mernek bevinni önéletrajzot üzletbe, vagy nem mernek utána érdeklődni, így pedig egyszerre többet elkapunk, és akkor tudunk állásinterjúkat tartani. Az állásbőrzén tömegesen érkezett munkanélküliek között fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatóak voltak. Markovics Melinda horgosi lakos, 25 éves és munkanélküli. Szabadkán a közgazdasági középiskolát fejezte, majd ezt követően a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karon végzett tanítói szakirányon. Sajnos iskolák nincsenek jelen, ezért főleg így közgazdasági vonalon próbálkoztam, tehát könyvelői pozíciókra vagy eladó. Sajnos a munkahely hiánya nem csak a fiatalok körében okoz gondot, az idősebb korosztálynak talán még nehezebb munkahelyet találni. De már éves vagyok, és azokból kapok levegőt, és én még kellene ugye orvosra is mennem, de valami munkát azért. Esetleg olyat, amit elbírok. A tavaly megszervezett állásbőrzének köszönhetően összesen 96 személy kapott munkahelyet. Reméljük, hogy idén is legalább ennyi munkahely kerül betöltésre.